Ha minden a rendes kerékvágásban zajlana, ez időtájt a Szekszárdi Német Színházban túl lennének Csehov Sirályának bemutatóján, és folynának a 6-7-6-tán című előadás próbái. Ám a koronavírus járvány keresztül húzta a számításokat. Ám az alkotó tevékenység nem állt meg. A színészek a rokon művészetek, például a film vagy a báb segítségével kreatív ötleteket valósítanak meg. Gegnete ein Mann mit einem Bündel Stroh. Es sagt zu ihm: Bitte, lieber Mann, gib mir das Stroh, denn ich will mir ein Haus daraus bauen. Da sagte der Mann: Gib mir erst von deinen Borsten, damit ich mir eine Bürste daraus machen kann. Amit látnak, az egy bábos mesejáték németül, a Három kismalac című meséből, aminek szereplőinek összeállítását is megtanulhatják a nézők. Megtaláltuk azt a részt, ahol azért mi is tudunk kreatívan dolgozni. Megtaláltuk azt a módot, hogy ne forduljunk be otthon, úgyhogy hogy van mit csinálunk. És tanulunk az online dolgokból, új terepeket ismerünk meg. Számunkra ez is nagyon izgalmas, és tervezzük az őszt. Mi is, mint színház akartuk, hogy valamilyen módon jelen legyünk a nézők számára, és ez a közösségi oldalakon lehetséges. Tehát ilyen apró kis szösszeneteket, irodalmi szösszeneteket készítünk, amik egy része mulatságos vagy vidám, másrészt gondolkoztató, de mindenképpen valamiféle üzenetet tartalmaz. Ez az egyik. A másik pedig megkerestük a fenntartókon keresztül, megkerestük a német nemzetiségi iskolákat, és kaptunk tőlük egy szép listát, hogy hogyan tudnánk mi segíteni az ő online tanításukat irodalmi tartalmakkal. És akkor azokon dolgozunk. Kaptunk egy listát, ma kaptam tankönyveket is, és akkor szépen be tudunk segíteni. Mama, ich bin hungrig. Mindenképpen kreatív munka, tehát ebből a szempontból nagyon jó. Mi csapatban dolgozunk, tehát most nem rendezővel, hanem megint csak csapatban. Ez a társulat szempontjából nagyon értékes, mert megtanulunk együtt dolgozni, és együtt, mint alkotó gárda tudunk működni. És ezt egy nagyon nagy pozitívumnak tartom. És hát olyan dolgokat is gyakorlunk. Ketten vannak most a színész csapatból, akik tudnak vágni például, de már egy másik színész kolléga szintén megtanulta, és elkezdünk egy kicsit ilyen film irányba is gondolkozni, mert ugye hát pici videókat készítünk, hogy mi az, ami jó. De azt is elmondhatom, hogy van olyan kollégánk, Boglári Tamás például, aki bábos múlttal rendelkezik, ő is hozza bábos tudását, hogy a kis mesefilmekbe ezt kamatoztatni tudjunk, és a többiek is kipróbálják magukat, árnyáték, ilyesmi. Tehát olyan műfajokat tudunk most gyakorolni, amikre a normális hétköznapban, színészi hétköznapban nincs lehetőség, nincs kapacitásunk. Hiába vagyunk egyedül, a társulattól elszakítva akár, mert azért időről időre találkozunk ilyen munkamegbeszéléseken. Mégis ezek az egyéni kezdeményezések nagyon szép utat találnak, és mindenki, aki otthon tulajdonképpen bezárva van, talál, és akár a bábjátékon keresztül, akár vicces videókon keresztül, akár olyan költői képi poétizmussal létre tudnak hozni valamit, ami hát a művész sajátja, hogy nekünk a mindennapokban is meg kell találnunk azt a forrást, vagy azt a, hogy a forrás bennünk van, és meg kell találnunk ennek az útját, ennek a kifejezési módját ebben a mindenki számára megpróbáló helyzetben. Mi, amit itt létrehozunk, a színházi struktúrában kitaláltak egy rendszert, amiben alapján van egy minőségi rosta, és megpróbálunk egy olyan színvonalat elérni, illetve tartani, ami a saját világképünknek megfelelően magas, igaz és szép, ahogy azt mondom, a görögök is mondták. A társulat új tagja, Dustin Leitól 2 éven át tanult filmgyártást. Így ő a mostani projektek egyik kulcsfigurája. Azt mondja, ha ilyen módon kell most dolgozni, akkor ezt a tudását veti latba a közös ügy érdekében.
De azért igazán ő a színházban való szereplést várja. Ezek nagyon nagy értékek, és hogy most megosztjuk egymással, és tanulunk belőle, és megvan az a tér és idő, hogy ezeket kipróbálhassuk. Szerintem ez mindenképp egy pozitív dolog. Tehát ez a furcsa helyzet azért hoz számunkra előnyös dolgokat, és megpróbáljuk tényleg kiszedni a helyzetből azt, ami hosszú távon jó nekünk. Bár a helyzet alapvetően egyensúlyban van a tekintetben, hogy elmaradtak bemutatók, de újításokat hozott az idő, ha minden helyreáll, roham őszre számítanak a Dajcse bűnében. Ezt nem tudom megmondani, hogy az, amit mondjuk most tavasszal elmaradt és ősszel megpróbálunk bepotolni, hogy az őszi időszakunk, ha visszatérhetünk egy normálisabb kerékvágásba egyáltalán ősszel, hogy az milyen lesz, hogy pótoljunk is, meg újat is teremtsünk, akkor azt mondom, hogy azért az egy vágta lesz akkor. Szóval meg kell találni ott is az arányt. Tehát nem mondanám azt, hogy most hú, de jó, hogy ez a helyzet van, de ha már van ez a helyzet, akkor megpróbáljuk kihozni belőle a legjobbat. Ősszel van egy olyan tervünk, hogy a Szüreti Fesztivál alatt, 4 napja alatt legyen az első bemutató. Remélem, hogy lesz Szüreti Fesztivál, ebben szerintem mindannyian-nagyon reménykedünk. És az egy olyan előadás lenne, tervek szerint, ami kapcsolódik a borhoz. És zenés, táncos, revűs jellegű ez. És egy mesét mindenképpen ősszel még bemutatnánk, hogy a harmadik tervezet bemutatunk, ami általában az őszi fél évbe belefér, meg lesz, azt nem tudom, mert pótolni kell az elmaradt premierjeinket is, legalább egyet a kettőből, és pótolni kell az elmaradt előadásainkat. Tájelődásokat, amik le voltak szervezve, tehát ezeknek mind meg kell találni az időpontját, a vendégszínészekkel leegyeztetni, ezek vannak most folyamatban. A társulat tagjai hetente egy alkalommal találkoznak néhány órára. Az anyagok többi része otthon vagy külső helyszíneken készül, amikor egyedül vagy kisebb tímekben dolgoznak a színészek.